Salamon József birtokán szemlézett délelőtt a zsűri. A tulajdonos és felesége rendszeres résztvevője a versenynek örömmel mutatja meg, milyen birtokot művel, azon milyen zöldségek, gyümölcsök teremnek. Már többször kapott kanizsai és országos díjat is. A gazda híradónknak azt mondta, nagy híve a biokertészetnek, illetve minden palántája az előző esztendőről származó magoknak köszönhető. 13-ban indult, 7 éve, én elkezdtem akkor, és utána úgy érzem, hogy ez engem leköt a nyugdíj mellett, és nagyon szeretem csinálni. Úgy érzem, hogy maximalista is vagyok benne, mert nem tudom megállni, hogyha valami nem úgy sikerül. Az idei verseny kiemelt témája a tájfajták, a régi saját megőrzésű fajták jelenléte a kertben. Bár a szakértők szerint ezen a területen élen jár Zala megye, idén mégis kevesebben jelentkeztek a versenyre. Az idei évben egy kicsit megijedtek a kertulajdonosok az időjárási viszontagságtól, úgyhogy nagyon kevesen jelentkeztek, viszont annál inkább gyönyörű kertekkel találkozunk. 31 kertbe fogunk elmenni, és azt fogjuk megnézni, a balkontól a közös közösségi kertekig minden kertet fogunk szemlézni. Az eddigiekhez hasonlóan a zsűri augusztusban még egyszer végiglátogatja a kerteket, majd ezt követően terjesztik fel a helyi nyerteseket az országos döntőbe. A kanizsai és az országos eredményhirdetések várhatóan szeptemberben lesznek.